A Barcelona és a Real Madrid is bejelentkezett a Bayern München fő nyári célpontjáért, Leroy Sanéért. A Chelsea Philippe Coutinhoval erősítene a nyáron. Theo Hernández a Juventus legújabb balhátvéd kiszemeltje. Üdvözlünk titeket a Tiki Taka TV-n, ahol ebben a videóban értesülhettek a legfrissebb átigazolási hírekről. És mielőtt még tovább mennénk, ne feledkezz meg arról, hogy nyomd meg a feliratkozás gombot, és mellette a csengőt is, hogy garantáltan ne maradj le a Tiki Taka TV egyetlen friss videójáról sem. A Serie A mostani szezonjában remeklő Lazio számára az egyik legnehezebb feladat a játékosainak megtartása lesz az idény végén. A rutinos középhátvédet, Francesco Acerbit például a hírek szerint az Internazionale és a Chelsea is csábítja. A 32 éves védő kalandos pályafutást tudhat magáénak, 22 esztendős koráig csak amatőr csapatokban játszott, majd egy év másodosztály és egy fél Serie A szezon után leigazolta az AC Milan, de ott csak fél idényt töltött el, és végül a Sassuolo-ban futott be. A válogatottban már 2014-ben bemutatkozott, de csak 2018 nyarán került a Lazióhoz, ahol azóta alapembernek számít. Két idény alatt mindössze három bajnokiról hiányzott, és nagy szerepe van abban, hogy a rómaiak idén versenyben vannak a bajnoki címért. A jelek szerint a kiváló teljesítményére sokan felfigyeltek, olasz lapértesülések szerint ugyanis a Chelsea és az Internazionale is kiszemelte. Utóbbi pletykát erősíti, hogy Acerbi ugyanahoz a menedzserirodához tartozik, amely több Inter játékos, így például Romelu Lukaku, Kwadwo Asamoah és Antonio Candreva ügyeit is képviseli. Az ügynökséget vezető Federico Pastorello ugyanakkor elmondta, hogy ő is csak a sajtóban olvasott a Chelsea, illetve az Inter érdeklődéséről, de nem lepődött meg rajta, hiszen a játékos remek formában van. Acerbit egyébként jelenlegi szerződése 2023-ig köti a rómaiakhoz, a Transfermarkt pedig 15 millió euróra becsüli a piaci értékét. A Lációnak fel kell készülnie néhány kulcsjátékosa eligazolására, és a rómaiak a védelem tengelyében a Liverpool horvát légiósát Dejan Lovrent szemelték ki az esetleges távozók pótlására. A 30 éves középhátvéd 2014 óta szerepel a Bajnokok Ligája címvédőjénél, és eleinte alapembernek számított, de 2018 nyara óta csak kiegészítő játékos. Az előző idényben mindössze 18 mérkőzésen vetették be, a mostaniban pedig csupán 14 találkozója van. Ráadásul a Liverpool szurkolói szerint teljesítménye már nem a régi, hajlamos a rövid zárlatokra. Ennek ellenére a jelek szerint a Lációnál úgy vélik, hogy beválhat a Serie A-ban, és ezt nem csak ők gondolják így, hiszen Lovrent tavaly nyáron az AS Rómával és az AC Milánnal is kapcsolatba hozták. Az érdeklődést persze alig, hanem az is elősegíti, hogy a horvát középhátvéd szerződése 2021-ben lejár, és minden jel arra mutat, hogy nem fognak vele hosszabbítani, vagyis a mostani idény végeztével el kell adni, ha nem akarják egy évvel később ingyen elengedni. A Transfermarkt egyébként Lovren piaci értékét 20 millió euróra taksálja, a rómaiak pedig 2009 óta nem fizettek ilyen nagy összeget senkiért. Akkor az argentin támadót Mauro Zárátét vették meg ennyiért a katari Al-Sadd-tól. De a vételár mellett a játékos fizetési igénye is problémát okozhat a Lációnak. A horvát ugyanis évi 5 millió eurót keres Liverpoolban, ennyit viszont a rómaiak biztosan nem tudnak neki fizetni. Úgy tűnik, a Juventusnál még mindig nem elégedettek a középpályás sor összetételével, ezért a hírek szerint szeretnék megszerezni a szakvezető Maurizio Sarri nagy kedvencét, Jorginhót a Chelsea-től, cserébe pedig Miralem Pjanicot adnák a londoniaknak. A torinóiak az idény kezdete előtt két játékost is igazoltak a középpályára Aaron Ramsey és Adrian Rabiot személyében, mindkettőt ingyen, így ezen a poszton túl kínálat volt Sarri számára, aki azonban mégsem tudta maradéktalanul megvalósítani elképzeléseit. A két új szerzemény mellett megfordult ezen a poszton Sami Khedira, Blaise Matuidi és Rodrigo Bentancur is, a legtöbbet pedig Pjanicot foglalkoztatta Sarri. A bosnyák ugyanakkor a legutóbbi két bajnokit kihagyta, és a kispadról nézte végig az Internazionale elleni zárt kapus rangadót, ahol a Juventus a szakértők szerint a legjobb teljesítmény nyújtotta az idény során. Mindez a jelek szerint nem csak a szurkolókban, hanem a klubvezetésben is megerősítette azt az elképzelést, hogy a csapatnak nincsen feltétlenül szüksége Pjanicra, aki az elmúlt években a Juve egyik legjobbja volt, és nem szentségtörés megválni tőle. A Calcio Mercato úgy tudja, hogy a torinóiak a bosnyák légióst csere alapként szeretnék felhasználni annak érdekében, hogy megszerezzék Sarri nagy kedvencét, Jorginhót a Chelsea-től.
A brazil származású ám olasz válogatott középpályást éppen Sarri vitte Londonba 2018 nyarán, és előtte a Napolinál is együtt dolgoztak. Nála jobban tehát valószínűleg csak kevesen értik a Sarribolt, azaz az edző által preferált játékstílust, ami labdabirtokláson, rengeteg passzon és türelmes támadásépítésen alapul. Más kérdés, hogy Jorginho a kezdeti nehézségek után remekel a Frank Lampard által irányított Chelsea-ben, amely alig ha engedné el szívesen, még Pjanicért sem. Egyéb iránt mind a két kiválóság szerződése 2023-ig szól, ráadásul a Transfermarkt mindkettejük értékét 65 millió euróra becsüli. Ha az FC Barcelona nyáron valóban nagy bevásárlást tervez, akkor bizony bevételre is szüksége lesz eladásokból, és erre az egyik főjelölte a francia középhátvéd Samuel Umtiti, akit állítólag az Arsenal és a Manchester United is szeretne megszerezni. A 26 éves világbajnok védő 2016 nyarán 25 millió euróért érkezett az Olympique Lyontól, és első két idényében egyaránt 25 bajnokin szerepelt, és remek teljesítmény nyújtott. Azóta azonban folyamatosan térdsérüléssel bajlódik, az előző szezonban mindössze 14 bajnokin lépett pályára, a jelenlegiben pedig csupán 11 alkalommal számíthattak rá a katalánok. Ráadásul állítólag a klubvezetéssel is vitába került, az egyesület ugyanis azt szerette volna, ha megoperálják, ami egyszeri hosszabb kiagyással, de utána teljes felépüléssel járt volna. Umtiti azonban a hagyományos gyógymód mellett döntött, így nem tud folyamatosan játszani, és honfitársa Clément Lenglet ki is szorította a csapatból, mind a Barszában, mind a válogatottban. Ezzel együtt Umtiti képességeit senki sem vonja kétségbe, és a Diario Sport szerint a Manchester United, illetve az Arsenal is vinné. A két angol klub közül az ágyúsoknak lehet nagyobb szükségük egy klasszis középhátvédre, bár egyelőre nagy kérdés, hogy mi lesz a januárban a Flamengótól kölcsönvett Pablo Mari sorsa. A Barcelona minden esetre a hírek szerint nem ragaszkodik a francia védőhöz, akinek értékét állítólag 60 millió euróban állapították meg a gránátvörös kékek. Az AC Milan tavaly nyáron igazolt játékosai közül a balhátvéd Theo Hernández vált be leginkább, aki olyan jól futballozik, hogy a Gazzetta dello Sport szerint az idény végén már is eladhatják, a nagy rivális Juventus ugyanis állítólag komolyan érdeklődik iránta. A 22 éves játékos eddigi klubkarrierje során mindössze 3 gólt ért el, 2-t a Deportivo Alavesben, egyet pedig a Real Sociedadban. A piros-feketék színeiben azonban már 6 találata van, ebből 5-öt a Serie A-ban ért el, és ezzel balhátvéd létére második helyen áll a házi góllövő listán. A milánóiak a Real Madridtól vették meg 2019 nyarán 20 millió euróért, és alig ha gondolták, hogy ennyire beválik. Piaci értéke gyakorlatilag megduplázódott. Ennek alapján gondolja azt a Gazzetta dello Sport, hogy a Milán az idény végeztével hajlandó lenne megválni tőle 40 millió euró körüli összegért, hiszen ezzel jelentős profitot tudnának realizálni a francia védőn, akinek szerződése 2024-ig érvényes. Az olasz sportlap szerint elsősorban a Juventus szeretné megszerezni Hernándezt, hiszen a torinóiak keretében jelenleg csak egy vérbeli bal hátvéd van, Alexandro személyében, de a Milán védőjét több angol egyesülettel is kapcsolatba hozták. A Corriere dello Sport ugyanakkor úgy tudja, hogy Hernándeznek esze ágában sincsen távozni, hiszen remekül beilleszkedett és a játék is igazán jól megy neki. Nem Umtiti az egyetlen játékos, akiért az FC Barcelona komoly összeghez juthat a nyáron. A jelenleg a Bayern Münchennek kölcsönadott Philipp Coutinho is komoly bevételi forrásnak tűnik, igaz a hírek szerint nem a bajorok, hanem a Chelsea szerezné meg. A brazil középpályás még 2018 nyarán szerződött Barcelonába a Liverpooltól, és vételára az azóta kifizetett bónuszokkal együtt már 145 millió eurónál jár. Az összeg ennél is több lehetett volna, ha a Barca megnyeri a bajnokok ligáját, de ezt az előző idényben éppen a vörösök akadályozták meg. Coutinho minden esetre nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket a Camp Nou-ban, annak ellenére sem, hogy a 76 mérkőzésen elért 21 gólja és 11 gólpassza nem számít rossz mutatónak. A Barcelona 2019 nyarán már mindenképpen szeretett volna megválni tőle, és ez végül úgy sikerült, hogy kölcsönadták a Bayern Münchennek, amely az idény végeztével 120 millió euróért megvásárolhatja. A német sajtó egyöntetű véleménye szerint azonban a bajorok nem fognak élni ezzel az opcióval, bár amióta Hans-Dieter Flick irányítja a müncheniéket, Coutinho teljesítménye a csapatéval együtt feljavult, és ebben az idényben 32 összecsapáson 9 gólnál, illetve 8 asszisztnál jár. A Barcelona edzője Quique Setién nemrég ugyan azt nyilatkozta, hogy a következő szezonban szívesen dolgozna együtt a brazillal, de a Diario Sport úgy tudja, hogy Coutinho a következő szezontól a Chelsea-t erősítheti, már ha az angol klub képviselői meg tudnak állapodni a katalánokkal.
A londoniak állítólag hasonló konstrukcióban gondolkodnak, mint a Bayern, vagyis vételi opcióval kölcsönvennék a brazilt, de valamivel többet fizetnének a kölcsönért, mint a németek, akik egyelőre 8,5 milliót utaltak, míg a kékek ennek majd dupláját kínálják. Mivel Coutinho szerződése 2023-ig köti a Barcelonához, a katalánoknak még ez is megérné, hiszen nem kellene állniuk a játékos meglehetősen magas fizetését, és meg lenne a lehetőség, hogy végre egyszer el is adhatják a brazilt, aki a Liverpoolban eltöltött éveiből jól ismeri a Premier League-et. A Sport Bild értesülései szerint a Manchester City jelenleg sérült támadója Leroy Sané iránt a Bayern München mellett a két spanyol gigász, a Real Madrid és az FC Barcelona is érdeklődik. A 24 éves német szélsővel kapcsolatban a szakértők nagy része 2019 nyarán biztosra vette, hogy a Bayernben folytatja, hiszen a müncheniek ajánlatot is tettek érte, amit ugyan a City elutasított, de csak időkérdésének tűnt, hogy a felek mikor állapodnak meg a vételárban. Sané azonban az idény első mérkőzésén a Community Shield-en súlyos sérülést, térdszalagszakadást szenvedett, így a transfer meghiúsult, a támadó pedig azóta sem lépett pályára a City első csapatában, bár február végén a klub U23-as együttesében már játszott bő egy órát. A Bayern állítólag továbbra sem tett le a megszerzéséről, bár a kicker úgy tudja, hogy a müncheni klub vezetőségében erős kétségek merültek fel Sané egészségi állapotát illetően. Ezzel együtt Hasan Salihamidzic sportigazgató nemrég tárgyalta a szélsőt képviselő Lian Sports menedzser irodával, amely egyébként Jérôme Boateng ügyeit is intézi, és állítólag 5 évre szóló kontraktust ajánlott a játékosnak. A Sportbild ugyanakkor arról írt, hogy Sanéért bejelentkezett a Real Madrid és az FC Barcelona is. Jobban mondva a kettő közül az egyik, mert a német lap állítása szerint Sanét két európai sztárklub vinné, amelyek közül az egyik értelemszerűen a Bayern. Minden esetre a spanyol egyesületek közül inkább a Barszának lehet szüksége a német játékosra, aki alapvetően balszélső, de bevethető a támadó alakzat jobb oldalán, sőt középen is. A Real ugyanis viszonylag jól áll szélsők tekintetében, hiszen a tavaly leigazolt Eden Hazard, illetve a két brazil szupertini, Rodrigo és Vinicius Junior is ott van a keretében. Nagy kérdés persze, hogy Sané milyen formában lesz felépülését követően, az minden esetre biztos, hogy az előző két idényben kiválóan játszott és a hiánya meg is látszik a City idei eredményein. Szerződése egyébként 2021-ben jár le Manchesterben, és ez csökkentheti a vételárát, ami azonban várhatóan így sem lesz alacsony. Egyes beszámolók szerint az angolok legalább 70 millió eurót szeretnének kapni érte. Írjátok meg a véleményeiteket a hírekkel kapcsolatban, ha pedig tetszett a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és további foci videókért iratkozzatok fel a csatornára.